Jézus életem erőm békén, Jézus társam örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem erőm békén, Jézus társam örömöm, benned bízom, te vagy az Úr. Az érme. A következő napokban Benjamin és Eli mindenhová elmentek, ahová csak tudtak, hogy hallgassák Jézust. Egy nap várakozás közben Eli ezt suttogta: a papok pénzt ajánlottak annak, aki elárulja Jézust. Miért? Kérdezte Benjamin. Mit tett? Csak az igazságot mondja, hallgatniuk kellene rá. A papok féltékenyek. Azt akarják, hogy Jézus hagyja abba a tanítást, mondta Eli. Valakinek figyelmeztetnie kellene Jézust, jelentette ki Benjamin. Én nem félek, megyek is. Átbújt a tömegen, és elérte Jézus egyik barátját. Megrángatta a férfi ruháját. Bocsánat, uram, ön Jézushoz tartozik? Igen, válaszolta a férfi. Kérem, figyelmeztetnem kell Jézust, hogy veszélyben van. A papok pénzt ajánlanak elfogásáért. Meg kell mondania, psz, mondta a férfi. Ne szólj róla senkinek, majd én intézkedem. És egy pénzérmét nyomott Benjamin kezébe. Köszönöm, kedves uram, mi az ön neve? Iskáriótiai Júdás, mondta a férfi, és elment. Aznap este Benjamin a fényes dénát kincses ládájába zárta.